Bejelentést tett a rendőrségre a sértett, aki rablás áldozata lett szolnokon. Elmondta, hogy éjjel egy kereszteződésnél megszólította, egy pár és szóváltásba keveredett velük. Miután pénzt követeltek tőle, a férfi több alkalommal ököllel fejbeütötte, majd amikor földre került, a nő többször megrúgta. Mielőtt a férfi lefogta, társa átkutatta a zsebeit, és azokból 5-700 eurót és 50 ezer forintot valamint mobiltelefont vett magához. Ezután menekülőre fogták, a sarokig futottak, majd ott egy taxiba szálltak. A bejelentés követően a szolnoki rendőrök haladéktalanul adatgyűjtésbe kezdtek a dú azonosítása és elfogása érdekében. A beszerzett adatok alapján még aznap este elfogták a bűnös párost. A 26 éves helyi férfit és a 22 éves nőt rablás büntet megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezik letartóztatásukat. A lopott eurót forintra váltották, négy a rendőrök a közel 200 ezer forintot és a telefont találták meg náluk.